2017-es Hódmezővásárhelyi áttenyésztésű és mezőgazda napok utolsó napján vagyunk. Hogyan lehet értékelni az idei program eseményeit Sáolé szempontból? Én azt gondolom, hogy gazdáink érdeklődése a kiállítás iránt jelentősen növekedett. A itt megjelent állatoknak a száma 69 Sáolé és 17 gazda hozott állatokat. Tehát egy nagy létszámú és jól előkészített, szép a Sáolé fajtát, annak különböző típusait jól reprezentáló állománnyal érkeztünk most ide, és a francia bírók, akik jelen voltak, hasonlóképpen úgy értékelték, hogy egy franciaországi versenyszínvonalát elérő rendezvényen voltak. Örömmel mondhatom azt, hogy a csütörtöki napon is, tehát a kiállítás első napján nagyon nagy volt az érdeklődés, ami a tavalyi évhez képest egy jelentős elmozdulás, és hát különösen nagyon örülünk annak, hogy az időjárás kegyes volt hozzánk az előrejelzéshez képest. Szerencsések voltunk, és nem zavarta meg a rendezvényeinket. Új arcolatot alakítottunk ki a Sáolé sátrak felépítésénél. Elsődleges cél a nyilvánosság, az áttekinthetőség volt, és úgy gondolom, hogy kedvezően fogadták a látogatók, és tovább tudtuk javítani a megjelenésünk szakmai színvonala mellett a marketing oldalt is. Hogyan lehetne elhelyezni Európa térképén a magyar sáolé tenyésztőket? Összességében de 12-13 ezer egyed van, amely hát nem 100% sáolé, de ez a sáolé jellegű, de egy 4-5 ezer sáolé tisztavérő állat, amivel mi rendelkezünk. Hát ez gyakorlatilag Európában nem egy nagy, viszont amerre mi elindultunk, ez az irány a Sáolé fajtán belül, én azt hiszem, hogy egyedül, vagy hát úgymond követendő. Évtizedek óta a könnyűelést nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, és hát erre szelektálunk, amit gyakorlatilag most a fajta ősolajában is egy 4-5 éve indítottak, mert a kinti tenyésztők, hát erre nem sok, a méret volt az elsődleges, tehát minél nagyobb, annál jobb el, és nem foglalkoztak azzal, hogy hát mennyire gazdaságos, és mennyire jó az. Mióta foglalkozol a sáolé marha tenyésztésével? 18 éves korom óta. A mi cégünknek a jogelődje honosította a sáolét 1971-ben. Én 18 éves koromban kerültem a gazdaságba 1978-ban, és nálunk a sáolé volt az első számú ágazat annak idején az állami gazdaságban. Egy kis kihagyások után visszakerültem, és most már 12. éve állítunk ki újra itt Hódmezővásárhelyen, és elég sikeres a kiállításon is, illetve a versenyen a szereplésünk. Az idejében volt-e valami eredmény, tehát a helyezések terén? Hát a helyezések terén a 8 kategóriából 4 első díjat szereztünk, a Vemhestelnünk lett a nőivar győztese, és a hímivar-nőivar összevetésénél is a mi Vemhestelnünk lett a győztes, tehát a legszebb sáolé tenyészállat címet kapta meg. Ez azért is angol eredmény, mert tulajdonképpen egy független bíró, francia bíró volt itt, aki ezt megállapította. Erre kell készülni külön, vagy ez a mindennapi munka eredménye? Erre igen kell készülni, mi a felkészülést elkezdjük már januárban, az, hogy az induló létszámnak háromszorosát körülbelül kiválogatjuk kategóriánként, és folyamatosan megy a felkészítés. Ez a kondíció, amit itt látni a kiállításon, ez egy kiállítási kondíció. Tehát a tenyész kondícióhoz plusz
kondíciót teszünk a takarmányozással, utána elkezdődik a jószágoknak a mozgatása, vezetése, mikor meg jobbra fordul az időjárás, akkor elkezdjük őket mosni samponnal, hogy a tiszta fehér színt hozza, amit a saroléra jellemző, és természetesen mozgás közben újra szelektálunk, hogy lép az állat, hogy használja a lábait, engedelmeskedik-e a vezetőjének. Tehát ez egy röviden ennyi, de ez, erről lehetne beszélni fél napot is a felkészítésről. 180 fölött van az állattal rendelkező tagjainknak a száma. Ez a létszám folyamatos növekedést mutat. A ellenőrzött tehén létszám hasonlóképpen jelenleg 12.300 körül van az ellenőrzésbe levő létszám, és ebből a 4.500-at meghaladja az átőrskönyves, tehát a legmagasabb minősítéssel rendelkező teheneinknek a száma. Gyakorlatilag a tenyésztés legmagasabb szintjét egyre többen választják maguknak, nő a törzstenyészet jelölteknek a száma, a pedigrés tenyészállatot előállítók és azt igénylőknek a száma is. A jelenlegi törzstenyészeteknek a száma az 14, de a szintet elérni kívánók és ahhoz közel állók aránya az jóval 30 fölött lehet. Mi jellemző manapság a magyar sálótenyésztők egyesületnek tevékenységét? A származás ellenőrzés és a törzskönyvezésen kívül hát próbálunk nyitni az egyesületnél a tenyésztők meglévő áru készletének a piacra jutásában is, és hát a technológiák, a lehető legjobb technológiák összeállításában, megkeresésében, megismertetésében. Az idei rendezvény szintén mutatta ezek a kapcsolatok, ezek mennyire jól működnek, tehát látok itt, hogy a francia bíráktól kezdve több országból is voltak itt tenyésztők. Igen, én azt hiszem, hogy a környékbeli országok, tehát országon belül is elindult egy saroli tenyészet, hogy körülötte a térképen kirajzolódik egy kör, tehát egyre többen fognak hozzá. Így az országokban is, tehát a szomszédosok is eljönnek egy-egy kiállításra, vagy tenyészetben is meglátják a fajtát, ennek az erényeit, értékeit, és hát próbálnak saját maguk is errefele menni. A méretről annyit, hogy a piac nem igényli a 8-900 kilós vágóállatot, szinte a Franciaországon kívül sehol. A 700-750 kiló végsúly az, amit úgy szeret a piac. Ehhez a 15-18 mázsás bikák és hát a 12 mázsás tehenek nagyok, mert annak egy jó minőségű végterméke majd csak egy 900 kilós bika lesz, vagy 950, vagy akár 1000, akkor lesz kellő fagyús, kellő porhanyos a húsa. És hát ezt most én azt hiszem, hogy nem igényli egy piac sem, ezért inkább nem a legnagyobb méret, hanem a leghasznosabb méretre kell menni, és hát a könnyűjelés. A harmadik a szavtalanság, a szavtalan genetika, uniós állatvédelmi előírásoknak most már egy feltétele, hogy szavtalanítani csak állatorvos szavtalaníthat, és érzéstelenítéssel. Ez bizony egy-egy borjúnál 3-5000 forint is lehet darabonként, nem olyan plusz költség, amit nem biztos, hogy szívesen vállal minden tenyésztő, ez genetikával megoldani sokkal egyszerűbb. És hát így nagyon terjed és kapós a szarvatlan genetika. Tehát mi ebben hiszem, úttörők voltunk, vagyunk, és hát például mi gazdaságunkban is már 14 homozigóta szarvatlan bika fedez. Ami hát homozigóta szarvatlanból nem túl sok van még Európában. Akkor lényegében a magyar törekvésekkel elismerik a franciák is. Hát
Igen, a szalvatlan genetikában én azt hiszem, hogy nem vagyunk sokkal hátrább, sőt, hát Franciaországba vettek tőlem egy bikát, a 2000 spermát, és ebből egy anya állományt alapítottak kint. Kint 10 évvel ezelőttig nem is törzskönyvezték a szarvatlan sarulét. Tehát ilyen szempontból lemaradásban vannak. Az Egyesületnek a tenyésztés szervezésen kívül az is feladata és célja, hogy irányt mutasson, lehetőségeket mutasson, megszervezze a külföldi tanulmányutakat, külföldi szakértőknek a Magyarországra hozatalát, és ilyen téren is fejlődés van a közelmúltban, például az Egyesült Államokból hoztunk szakértőt, aki nagyon érdekes dolgokra világított rá, ami nem szerepelt, vagy nem igazán szerepelt a tagok többségének a gondolatában. Új kezdeményezés az Egyesület részéről, hogy a tehenek termékenységén túlmenően a tenyészbikák termékenységére is annak a vizsgálatára nagy hangsúlyt fektetünk, és 240 tenyészbikának a andrológiai vizsgálata megtörtént, és a vizsgálati eredmények rávilágítottak, hogy egy nagyon fontos területről van szó, és egyre szélesebb körbe próbáljuk ezeket a külföldön már használatba került új tudományos eljárásokat, technológiákat bevezetni. Hangsúlyozzuk azt, hogy ennek milyen hatékonyság növelő szerepe van. Többi tenyésztők is hasonló színvonalon viszik a tenyésztést, másabbak a tenyésztési elképzelések másnál, mert mindenkinek más tetszik, de egyébként jó genetikát használ az Egyesület tagsága, mindenki iparkodik azon, hogy jó, egészséges és jól izmolt tenyészállatokat tudjon biztosítani az árutermelő gazdák részére. Lehet-e jellemezni azt, hogy a sárlő tenyésztés mennyiben ítél el esetleg más fajtákétól, mert azért tudjuk, hogy ez a hatalmas állat, és ennek a mozgatása bizony odafigyeléshez egy szakértelmet kíván. A sarolé a fajta tulajdonságaiba a szelídsége hozzátartozik. Tehát szelídebb a többi szarvasmarhákhoz képest, és kezelhetőbb. Ez könnyebbséget jelent a tenyésztéssel kapcsolatos munkák elvégzésén, tehát a gondozóknak a megközelítéséhez nem reagál agresszívan az állat, de egyébként a húsmarhánál, húsmarha fajtáknál azonos technológiák vannak gyakorlatilag. Technológiák, hát egy legeltetésre alapozott állattartás tulajdonképpen, minél kevesebb pluszfehérje, vagy ilyen a tápok használata mellőzése mellett, egyedül a tenyészbikák előállításánál az STV-be kapnak olyan tápot, amivel tudják bizonyítani a ízékonyságuk. Ez azt jelenti akkor, hogy a húsa azért egészséges és azért ilyen finom, mert lényegében csak természetes takarmányokat fogyaszt. Tehát a legeltetési időszakban végig kint vannak a legelők az anyatejnek a borjaknákkal, a növendéküszők megint odakint nőnek fel, tehát mozgásban van a jószág, és gyakorlatilag a legelőfűtő egészségesebb takarmány nincsen. Tehát az evolúció során a szarvasmarha erre alakult ki, és ezt hasznosítsa a legjobban. Egy állomány kialakításánál mik a fő szempontok? Az, hogy például mennyi a legelő, ami rendelkezésre áll, az, hogy mennyi az árbevétel, amit el szeretne érni a cég, milyen szempontok alapján alakul ez ki? Tehát ezek a szempontok fontosak, és amit az előbb a takarmányozásról mondunk, hogy a legelő nélkül gyakorlatilag nem szabad elkezdeni a húsmarha tartást. Egyrészt kell a takarmányozás szempontjából, másrészt meg az edzettség szervezeti szilárdságnak a kialakulására, fenntartásához szükséges a legeltetés. Mi a szép a sárlő tenyésztésben? Hát ez a szép, amikor ilyen eredményeket érünk el. A másik dolog, tehát a tenyészállat előállításnál, amikor olyan piacon tudunk értékesíteni, mint Ausztria, Erdély, akkor Oroszország, felvidéki magyarok tőlünk hordják a tenyészbikákat, és
Tehát természetesen eredményesnek kell lenni az ágazatnak, mert másképp akkor ugye, tehát el kell, hogy tartsa magát, meg azért eredménynek is kell rajta lenni, de ez a gazdának egy olyan szívet melengedtető érzés, mikor így értékeli a piac a tenyésztői munkát. Az idei rendezvényen is jól látható volt az, hogy az egyesület nagyon jó prosperáló kapcsolatokkal rendelkezik a határon túli hasonló egyesületekkel. Ezeket mi indukálta? Az egyesületnek a célja az, hogy a tagjai működésének a eredményességét tudja növelni, tehát a piacainkat bővíteni célszerű, és nagyon eredményes kapcsolataink vannak ilyen tekintetben is Szlovákiával, Romániával, nem kizárólag az erdélyi magyarokra gondolok, hanem szélesebben értelmezve, és emellett természetesen ez egy kézenfekvő dolog, hogy támogatjuk a szomszédországokban élő magyarokat azzal, hogy a mi általunk, tagjaink által összegyűjtött szaktudást átadjuk, információkat közlünk, és ilyen értelemben például újdonság az, hogy a Vajdaságban Törökfaluban lesz június 6-án egy húsmarha tanácskozás, aminek a szervezése tőlünk indult ki, és próbáljuk összefogni az ottani magyar gazdákat, és segíteni őket a húsmarha irányába orientálódni. Ugyancsak régi kapcsolataink vannak ilyen téren is az erdélyi magyarsággal. Ott is több tanácskozáson részt vettünk, előadóként indítottunk teljesen magyar szabványnak megfelelő saját teljesítményvizsgálatot, minősítés, szakembereinket oda vittük teljes részletességgel, elvégeztük azokat az elemzéseket, amik szükségesek, ezzel is segítve a ottani szakmai munkát, a tenyésztői munkának a színvonalának a növelését.